könnyen találtunk parkolóhelyet szerda reggel a Szentesi Városháza előtt. A kormányablak kerékpártárolója viszont tömve. Ott volt ügyfélfogadás. Sztrájkolunk, áll az ajtóra ragasztott plakáton. A magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezete szeptember 14-ére egész napos munkabeszüntetést hirdetett, 30%-os béremelést követelnek az államtól. 64 önkormányzati dolgozóból 49-en csatlakoztak az akcióhoz. Az irodákban nem engedték be a kamerát. Szakszervezeti vezetőjük azt kérte, inkább kint beszélgessünk. Mi azt szeretnénk elérni, hogy mivel 9 éve nem volt a mi közszolgálatunkban dolgozó emberkéknek, kollégáimnak bérfejlesztés, hogy mi is kapjunk, és a kormány ne tegyen különbséget az önkormányzati és a kormánytisztviselők között. 3 évvel ezelőtt a közigazgatási reform első lépéseként megalakultak a járási kormányhivatalok. Bizonyos hatáskörök, például a gépjárműügyintézés, lakcímváltozások és a szociális ügyek egy része is ide került. Az önkormányzatnál csak a helyi ügyek maradtak. Idén július 1-től pedig a köztisztviselőket is megosztották. A nemrégiben elfogadott törvény bérezésben is különbséget tesz a kormányhivatalokban és az önkormányzatnál dolgozók között. Mi ezt tartjuk igazságtalannak, hogy mivel mi is azokat a törvényeket és rendeleteket hajtjuk végre, amit a parlamentben ülő országgyűlési képviselők hoznak, sőt, nekünk még a helyi önkormányzat által hozott rendeleteket is végre kell hajtani, és nem értjük, hogy miért tesznek ekkora különbséget a két köztisztviselői állomány között. A szakszervezeti vezető azt mondja, míg a kormányhivatalokban dolgozók megkapták a 30%-os béremelést, az önkormányzat hivatalnokaitól inkább elvettek a 18 000 forintos melegétkezési hozzájárulást, az utazási kedvezményeket és a 13. havi bér egy részét. Én már lassan 40 éve mióta az önkormányzatnál dolgozom, úgyhogy lassan nyugdíjba készülök, de bruttóba nem érte el a 200 000 forintot még a fizetésem, az enyém sem. Magyarán mondva, 9 éve nem volt fizetésemelésünk. A város polgármestere szerdán nem volt az irodájában, ő nem sztrájkolt, csak házon kívül akadtak hivatalos teendői. Szibik Imrétől egy nappal korábban kértünk interjút. Pontosan tudom, hogy kollégáimnak mik a lehetőségei, milyen felelősséget viselnek, és ezért milyen javadalmazást kaptak. Azt meg külön felháborítónak tartom, és polgármesterként valamennyi önkormányzati köztisztviselővel szolidáris vagyok, hogy a kormányzat megosztja a köztisztviselői kart, és amikor 8 évig az önkormányzatok egy fillért sem, addig a kormánytisztviselők 30%-os jövedelem kiegészítést kaptak, mint egy éket verve a két rész közé. Csak hadd mondjam, hogy ebben a házban a járási hivatal vezetőjének a fizetése kétszer annyi, mint az önkormányzat polgármesteré, aki a népbizalmából van itt. Farkas Sándort, a térség országgyűlési képviselőjét egy sajtótájékoztatón értük utol. Az önkormányzatoknak igenis azt mondom, hogy meg kell teremteni azt az alapot, ami a önkormányzati bérfejlesztésnek az alapja. Ők azt mondják, hogy nincs rá pénzük. Ez nem igaz. Határozottan mondom, egy önkormányzatban arra van pénz, amire akarnak, és azt meggyőződésem, tudom, hogy nehéz. A múzeumi, levéltári, könyvtári és közművelődési dolgozók szakszervezete hivatalos közleményben támogatta az önkormányzati dolgozók sztrájkját. Csóti Csaba elnök azt kérte, a mai napon az itt dolgozók egy kék szalag viselésével jelezzék, egyetértenek a sztrájkolók követeléseivel. Úgy tudjuk, a városi könyvtár dolgozói nem tűztek szalagot, ahogyan a művelődési központ alkalmazottai sem. A levéltárban is csak az előszobáig jutottunk. A szakszervezeti kollégá sem tudta, miről van szó, ezért nem is nyilatkozott. A Kosztai József Múzeum igazgatójával, Béres Máriával nem találkoztunk, Felgyőn vezet egy ásatást, de a telefonban azt mondta, ő feltűzte a kék szalagot, és néhány kollégája is. Valóban régen történt már béremelés, nem csak, tehát az egész közszférában, nem csak a köztisztviselőknél, hanem nyilván a közalkalmazottaknál, és emiatt tartottam fontosnak, hogy akkor a szolidaritásomat így fejezzem ki, hogy feltűzöm a szalagot. A múzeumban föltűzte még más is? Egy páran még a dolgozók közül, igen, reggel kerestük a kék szalagot, hogy akkor csatlakozzunk mi is. Az önkormányzati dolgozók nem először tiltakoztak az alacsony bérek miatt. Júniusban már 2 órás sztrájkot tartottak, de a kormány a szakszervezeti vezetők szerint azóta sem tárgyalt erről velük érdemben. Az irodák szerdán is nyitva voltak, elvileg mindenki a helyén, de csak sürgős vagy előre egyeztetett ügyeket lehetett elintézni. A műszaki osztályon nem volt ilyen. Próbáltuk a lakosságot értesíteni.
Nagyrészt sikerült is. A folyosók üresek voltak, vagyis nem sokan maradtak Hoppon. Szerettél volna valami ügyet intézni, amit nem sikerült? Szerettem volna, igen, de majd legközelebb.